Jó estét kívánok mindenkinek! Mindeme vidám, képregényes, posztmodernben, meg New Wave-ben, lubickoló, néha az új festészetbe is belekóstoló vizuális anyag után nekem egy jóval szigorúbb a korábbi évtizedeket, 50-es, 60-as, 70-es éveket megidéző képanyag, amit az előadásomnak a nyersanyagát jelenti, hiszen itt Vazarellinek és Fajónak a közös szita munkáiról fog szólni ez az előadás, ami bár esztétikájában korábbi évtizedekhez kötődik, mégiscsak a 80-as években született meg, mint tárgyanyag, és megvan ennek a jelentősége, hogy csak akkor születhetett meg. Erről fog szólni ez az előadás, ami egy hosszabb kutatásnak egyik fejezetének a rövidített és a 80-as évekre vonatkozó gondolatokat kiemelő változata. Van itt nekünk két főszereplőnk, az egyik a nemzetközi sztárművész Viktor Vazarelli, a másik pedig a pesti műhely lelkét, vezetője Fajó János. Az Oppárt nemzetközi szupersztárja Viktor Vazarelli és a kádárkori kultúrpolitika kölcsönösen körbeudvarolta egymást az 1969-es Műcsarnokban rendezett Vazarelli életmű kiállítás előkészítése során, majd a 70-es években egymást követték a köztéri muráliák, de az első Magyarországon készült Vazarelli grafikákra, azaz az első szitanyomatokra a 70-es évek végéig kellett várni. Az első fecske születésében kulcsfontosságú szerepet kapott Fajó János. Az ötlet viszont nem tőle eredt, hanem a kultúrgépezet felsőbb köreiből. 1979-ben a Művészeti Alap és a Párizsi Nagykövetség sajtóirodája közösen adott ki egy sok művészes díszalbumot a centenáriumi Bartók év tiszteletére. A Bartók mappa exkluzív gyűjtői csemegének számított, amiért nem csak a hazai bibliofilek lelkesedtek, de megfelelt a nyugatos, frankofon pártelithez tartozó kultúrkomisszárok, például Párczer Ferenc vagy Patkó Imre kényes ízlésének is. Ennek a szűkkörnek a nagy álma az volt, hogy a decens avantgárd ízlésről tanúskodó Bartók mappa diplomáciai puha fegyverré váljon. Ez csak félig meddig sikerült, viszont a kassáki geometria tiltott abstrakcióját képviselő Fajó János bekerült a projektbe, mert egyedül ő tudott magas szinten szitanyomatot kivitelezni a 70-es évek végi Budapesten. Fajó és társai készítették el a pesti műhely szitagépén a mappában szereplő Bartóknak dedikált Vazarelli által tervezett vegát. A Fajóval kapcsolatot tartó kultúrkáder a Művészeti Alapnál a poszterekért felelős Párczer elhivatottan küzdött a szitanyomás akkor szemkápráztatóan modernnek, high-technek tűnő technikájáért. A szitát népszerűsítő egyik újságcikkében kitért a pesti műhely köréhez köthető kiadványok sikerére, jó példaként állítva az állami döntnökök elé, idézem Párczert. Tény a Bartók mappa sikere, és az, hogy a Népművelési Intézet 100-100 példányos mappái ma már műkincsnek számítanak. Úgy tudom, egy svájci galériás több száz frankért adja el a magyar új konstruktivisták szitanyomási lapjait, idézet vége. Párczer jól tudta, bizonyít Fajó bázeli kapcsolataink keresztül komoly eladások történtek. A modern szellemiségű sokszorosított grafikák kézzelfogható sikerei rávilágítottak arra, hogy lenne értelme Vazarelli szitanyomatokat is kiadni a szocialista Magyarországon. Nem is annyira a nemzetközi kultúrdiplomácia, hanem inkább a hazai közönség miatt. Mert hiába volt népszerű Rejk Károly Picasso-s metszeteivel, vagy Szász Endre szecessziósan tekerdő vonalkölteményeivel, a nyugatos modernista esztétikára is volt igény. Nem a jó szimatú fiatal művész underground köreiben, ahol a 80-as években már a New Wave diszkó, az új festészet zabolátlan energiái és a hatalmas olajképek voltak divatba, hanem a sokkal szélesebb értelmiségi közegben. Gratulálok a szép nyomásokért, a lapok igazán kifogástalanok! Dicsérte Vazarelli levelében Fajó János munkáját a Helikon sztár tipográfusának Szántó Tibornak, miután készhez kapta az első közösen készített 1981-es új szita mappájuk lapjait. Az első fecske
a már említett Etszen Bartók lap utáni nagy fajú Vazarelli kiállítás, ugyanis a Párczer Ferenc által alapított Magyar Helikon kiadó kezdeményezésére valósult meg 1981-ben. Ez is a Bartók kultuszhoz kötődő vállalkozás volt. Összekapcsolta két nagy magyar származású modern világsztár nevét, Bartókot és Vazarellit, de már a teljes program szintjén. Csak a kivitelezés hárult a pesti műhelyre, a szervező munkát a kiadó vállalta, a Bortnyiknál tanult tipográfus Szántó neve alatt. Se Fajó, se a pesti műhely neve nem szerepel a mappában vagy a társuló offset kiadványban. Tisztességes áron, bérmunkában készült a szita nyomás egészen elképesztően magas színvonalon. A 270 ezer forintos árért Fajónak meg kellett dolgoznia, a 130 darab mappa egyenként 20 lapból állt, a szöveges felületek miatt 10 színes és 10 szöveges oldal készült, azaz összesen 2600 lap. A szitákhoz szükséges előkészítő forma és színvázlatokat a kiadó rendelte meg Vazarellitől, Fajó azt vállalta, hogy ezen kották alapján előadja majd a témákat, azaz elkészíti a szitalapokat. A megállapodás értelmében a kiadó készítette elő a munkát, ők szerezték be a szükséges kellékeket az Ulánó filmektől kezdve, a hígítón át a jó minőségi papírig, de gondoskodtak az aláírással kapcsolatos postázási és vámolási ügyintézésről is. A munka 1981 nyarán zajlott le, augusztusban Vazarelli már Gordból gratulált a kifogástalan kivitelezésért, ebből idéztem a fejezet elején. Eddigre már Fajó elszámolt a kiadóval a kapott papírlapokról, visszaküldve a terveket Szántónak, és gondoskodva a sokszorosító sziták munka végeztével szokásos megsemmisítéséről. Hogy lássuk a képeket is. Valamit a tartalomról. A világszerte sok száz szitamappát készítő Vazarelli ismert, korábbi motívumait hangszerelte át, azaz látta el új címmel egy-egy Bartók mű hatására. A Helikon az egyes szitanyomatok mellé modern magyar költők verseit illesztette. A vállalkozást siker koronázta. A 90 példányban készült szitamappát 30 perc alatt elkapkodta a közönség, pedig borsos ára egy fél autó árával vetekedett. Az utolsó 90. számú mappa anyagát exkluzív helyszínen a várban található népszínház előterében állították ki 1981. novemberében. A Kádár rendszer nyugatos műveltségű kultúrkádereinek propagátori munkája lassacskán meghozta gyümölcseit. Nem csak kialakult nyugaton egy pozitív imázs a magyar emberarcú szocializmusról, de ez a tanítás itthon is megfogant és beleívódott az értelmiség összképébe. Ennek részeként Vazarellinek széles rajongótábora alakult ki Magyarországon. A személyes szálak itt is fontosak. A művész egyik első pártállami propagátorának, Patkó Imrének köszönhette például Egri János is, hogy rányította szemét Vazarelli művészetére. Egri színes, érdekes alakja a Kádár rendszerbeli Magyarországnak, aki sokféle tehetségét több irányba kamatoztatta, beleértve a műgyűjtést és műpártolást is, a jégkorong és a tévézés mellett. Franciaországi tartózkodása alatt ismerkedett meg Patkó Imrével, illetve magával Vazarellivel is. A privát vállalkozás ideje 1984-ben jött el. Ekkor született meg a jubileumi mappa. Egri ekkor már, mint közismert média személyiség és széles kapcsolati hálóval rendelkező műgyűjtő, beszállt az 1982-től saját kiadói tevékenységet is folytató pesti műhely több projektjébe, mindenek előtt a szita mappák kiadásába. Egri szervezőkészsége is segítette a közös munkát, ráadásul a Forma 5 GMK-ban Fajó János mellett Egri felesége, az iparművész Pogány Judit is tevékeny tag volt. A Forma 5 GMK a különféle iparművészeti tárgyak létrehozására létrejött gazdasági munkaközösség, a 80-as évekbeli piaci liberalizáció egyik tipikus kisipari formája volt. Az MSZP élen járt a nyugatos lazításban, és az MSZMP élen járt a nyugatos lazításban és a gazdaság átszervezésében az egész szovjet táboron belül. A fennmaradt levelek ismeretében az ötlet Egri Jánostól származott, aki 10 tételes műtár listáról kötött szerződést a mesterrel, a végső tételsor kialakítását Fajóra, illetve a Forma 5 GMK-ra bízva. A koncepció idővel alakult. Egy levelében Vazarelli már 12 tételhez ígért programációt, azaz színkódos grafikai terveket. A hazai műkereskedelemben jól ismert mappának, ennek létezik egy bővebb változata is, amit a francia szita kiadó a Szilium adott ki.
A külföldön forgalmazott mappán az 1984-85-ös dátum szerepel, de a legnagyobb különbség a belső tartalmában mutatkozik meg. A budapesti verzió deklarált 10 példányával szemben itt 12 lap szerepel. Minden bizonnyal erre a változatra vonatkozik az az 1985-ös francia szerződés a fagyóhagyatékban, amiben a General Art igazgatója és Vazarelli megállapodást köt a 12 lapos születésnapi nappa előállítására. A kivitelező ez esetben is a fajó által vezetett forma 5 volt. Az említett General Art az 1980-as évek egyik izgalmas állami műkereskedelmi kísérlete volt, egy magas színvonalú bemutató terem reprezentatív helyen a Népköztársaság úti, mai Andrássy út elején. A művészeti alap tulajdonában álló vállalkozás a magyar, illetve a nemzetközi műtárgypiacra lépett ki ambíciózus tervekkel egészen 1988-as bukásáig. A Népköztársaság úti galériában mutatták be 1986 nyarán a jubileumi Vazarelli mappa anyagát, nagy sikert érve el, annak ellenére, hogy a korabeli fizetésekhez képest meglehetősen borsosnak számító, 15 000 forintos áron kínálták az egyes szitalapokat. A korabeli műkereskedelemben ezen az áron elsőrangú magyar művészektől lehetett egyedi festményeket kapni, szerények papírmunkát Riplurónaitól, közepes méretű tájképet Medgyánszkitól vagy olajportrét Szóbeltől. Vazarelli komoly kereskedelmi értéket jelentett a félig zárt szocialista műtárgy piacon a 80-as években. Az állami vállalatok se akartak kimaradni az üzletből, a Helikon kiadó 1985-ben egy új Vazarelli szitamappát jelentetett meg, amiért már a könyvforgalmazó nem kevesebb, mint 35 000 forintot kért, kétségbe ejtve a kispénzű bibliofileket. Ezt a Vega albumot nem követte nagy hírverés, gyakorlatilag média felhajtás nélkül észrevétlenül került ki a piacra, mert nem volt rá szükség. A sziták gyártásáról ismét a Pesti Műhely gondoskodott. A fajú hagyatékban nagy számban megmaradt kísérleti nyomatból is látszik, hogy a műhely munkatársainak minden szaktudására szükség volt ahhoz, hogy az apró mintás, sokszínű Vega és ont kompozíciókat el tudják készíteni szerigráfiaként. Az összes lapon azonos méretű négyzetformátumú a szitanyomás tükre. A kicsi nyomott felület jelentette az igazi szakmai nehézséget, hiszen hatalmas festmények mintázatát kellett miniaturizálni. A filmeket metsző Bányász Éva visszaemlékezése szerint, idézem, a Helikon által kiadott Vega albumot csak annyiban volt módunk befolyásolni, hogy Szántó Tibor által az irodájában mutatott fotókból ki kellett választanunk azokat, amelyeket kivitelezhetőnek tartottunk. Én csóváltam volna a fejemet a legtöbb láttán, de fajó bokán rúgott, és azt mondta Szántónak, hogy megoldjuk. Az összes tétel a Vega csillagképekről elnevezett motivum csoport 70-es évekbeli és 80-as évek elejé korszakából való. A megrögzött materialista Vazarelli gondolkodásában ezek a csillagképek nyitották meg a végtelen lehetséges dimenzióit, transzcendens fényét engedve be a plasztikai ABC játékos szabályrendszerébe. Már fajó nem lelkesedett értük, mármint a Vegákért, kiemelt emblematikus szerepet játszanak a Vazarelli életműben. Nem segített a motivum világ megkedvelésében, hogy a Helikon egy közreműködői példányt sem adott a brillírozó szitázó csapatnak. Több Vazarelli szitát nem is volt hajlandó fajó legyártani állami kiadónak. A számok alapján megállapítható, hogy a 80-as évek második felére tetőzött Magyarországon a Vazarelli láz. Míg a globális kortárs képzőművészet világában az Oppárt 60-as évekbeli nagymestere messze került a fókusztól, szülőhazája hűen ápolta örökségét. Egy évvel az Óbudai Vazarelli Múzeum megnyitása után a mester létrehozta a Magyarországi Vazarelli Alapítványt, ami 1988 elejétől a művész haláláig folyamatosan tevékenykedett. A mester szitanyomó műhelyt is adományozott az alapítványnak, ami üzleti vállalkozásként működött, támogatva a múzeum fenntartását. Itt szép számmal készültek Vazarelli sziták, poszterek, naptárak és képeslapok is. A múzeum mellett sok más privát szereplő látott fantáziát a Vazarelli lapok nyomatok létrehozásában. 1989-ben került kiadásra egy 8 kései Vazarelli műből válogatott szitamappa, amit a műkereskedelem berkeiben a borító színe miatt piros mappának is neveznek. Ennek az albumnak a céges kiadója a Glahé International Kft., felelős kiadója a Techno Impex külkereskedelmi cég, akkori kommunikációs igazgatója dr. Nagy Gábor, az anyag válogatásáért pedig Mag György felelt, aki Vazarelli unokaöccseként eljárt itthon a mestert érintő szerzői jogi kérdésekben.
Ezeknek a szitáknak a technikai színvonala nem éri el a fajóféle pesti műhely maximalizmusát, de még mindig jobb nívót képviselnek, mint az úgynevezett sportmappa, amit elvileg a Vasarely Alapítvány adott ki album AZ címmel 1988-ban a mester korai figurális kompozícióiból, azokat válogatva össze, amelyek valamilyen erőltetett módon különféle sportszámokhoz voltak köthetők. Erről a produkcióról Fajó mindenekelőtt a figurális kompozíciók válogatására utalva lesújtóan nyilatkozott később, idézem Fajót: amikor a Magyar Futballszövetség emberei kimentek és rendeltek Vasarellytől egy sportmappát, kihívott, hogy csináljuk meg együtt. Én ezt erkölcsileg nem vállaltam, mert növendékeim Boros Tamás és Bányász Éva elítélt volna, ezért egy szentendrei szita műhelyt csinálta meg végül. Itt csak mutatok pár példát ezekből a mappákból. A 80-as évek végén nem a kortárs művészek látták meg a lehetőséget az egyre populárisabb Vasarely nyomatok sokszorosításában, hanem különféle kalandorok, rajongók és ügyeskedők, volt zenészek, ügyvédek, újságírók és persze a közreműködő grafikusok. A Glahe International Kft. És a Vasarely Múzeum közösen is kiadott egy Zebrák című kisméretű négylapos mappát 89-ben a Pécsi Múzeum emblematikus csíkos címer állatával, ami csak Vasarely hazai rajongóinak körében vált kultikus főikonná. De megjelentetett egy nyolclapos mappát Sós Péter újságíró 89-ben Variációk címmel, válogatva Vasarely plasztikai egységeinek színes világából. A gombamód szaporodó magánkiadók sorra álltak elő saját mappáiból, Farkas Endre filozófus például az Interart stúdiónak szerkesztett egy 10 tételes albumot The Perspective címmel 1989-ben. A gyűjtők és kereskedők alig győzték kapkodni fejüket a Vasarely szita esőben. Ebben a turbulens környezetben született meg Fajó János utolsó Vasarely mappája, az 1989-es, az 50-es évek című mappa. Kiadóként minden feladat a pesti műhely csapatára hárult, az anyagbeszerzéstől az aláírások felhajtásáig. A belső címlap tanúsága szerint a mappa összesen 130 példányban készült, amiből 30-at római számok jelölnek, feltehetően ez került a Vasarely Alapítvány, a hazai Vasarely Alapítvány tulajdonába értékesítés céljából. Az 50-es évek mappa azt a Vasarely korszakot mutatja be, amiért Fajó tiszta szívvel tudott lelkesedni. Magas művészi színvonalú album, egyben az utolsó Vasarely-féle szita projekt, amit a pesti műhely papírra készített. Fajóék figyelme ekkor már a háromdimenziós multiplikák felé terelődött. Vasarely számára művészetének expanzióját egyáltalán nem csak a szita nyomatok jelentették, hanem bármilyen hordozó a színes posztertől a kerámia csempéig. A gyűjtők körében legnépszerűbb szerigráfiák mellett a háromdimenziós kompozíciók sokszorosított objektjei, tehát legnépszerűbbé a szerigráfiák mellett a gyűjtők körében a háromdimenziós kompozíciók sokszorosított objektjei tették, az úgynevezett multiplikák. Vasarely a hagyományos szobrás nyersanyagok mellett szívesen kísérletezett a legmodernebb eljárásokkal és technikákkal is, így került be eszköztárába a plexi, ami tetszés szerint tudta helyettesíteni az üveget. A Vasarely és multiplikák egyik különös hatásmechanizmusa az áttetsző falra felvitt mintázat duplázódását igényelte. Mind a pesti, mind a pécsi Vasarely Múzeum büszkélkedhetett külföldön készített szitázott átlátszó multiplikákkal. A közönség elkezdte megismerni a műfajt. Sőt, a multiplika, mint sokszorosított szobrászi műfaj polgárjogot nyert a magyar közgondolkodásban a 80-as évek derekára végére. A fogalom relatíve ismerté vált, miközben a műanyagipar is fejlődött. A 80-as évek végére megérett az idő arra, hogy Vasarely sokszorosított plexi objektjei megjelenjenek Magyarországon is. Ekkor már jól tudjuk, Vasarely nevével bármit el lehetett adni, ezt a magánkiadású szitamappák, naptárak, képeslapok hosszú sora bizonyította. A valódi újdonságot tartogató multiplika a projekttel viszont az innovatív pesti műhely rukkolt elő, egész pontosan Egri és Fajó. A pesti műhely multiplikái Vasarellis mély reliefek, a szitázott felület a plexilapok belső felületére került, a sablonként kapott aláírással együtt. Az összeállított mély reliefek pontos méretezése mind-mind Vasarely precíz utasításait követte. A visszaemlékezések szerint 89 telén zajlott a munka nagyja, de áthúzódott a következő év elejére is. Vagyis miközben megtörtént a rendszerváltás, lezajlottak a kerekasztaltárgyalások, Szűrős Mátyás kikiáltotta a köztársaságot, lebonyolították a négy igenes népszavazást,
majd az első szabad választásokat. A pesti műhelynél rendületlenül készültek a Vasarely objektek. Business as usual. Ugyanakkor a méreliek nem tudták beváltani a hozzájuk fűzött reményeket, a rendszerváltással az állampárt által felépített hazai Vasarely kultusz elvesztette szilárd támaszát, és lassú porladásnak indult. A 90-es években újjászülető magyar műkereskedelem a 20. század elejére koncentrált, így a plexi objektek nem kerültek rivaldafénybe, nem foglalkozott velük a sajtó, külön kiállításuk se volt. Egy-egy galériás vagy külföldi díler kapcsolatrendszerén keresztül egyenként szivárogtak szét a nemzetközi vagy a hazai műtárgypiac hajszál erején. A korszakra jellemző szédületes aukciós rekordok és a sosem látott áremelkedés elkerülte a 80-as években felülpozícionált, indirekt módon az állampárti országimáshoz kötődő Vasarely műveket. Újjászületésük és újra pozícionálásuk az elmúlt években indult meg, ennek keretében kutathattam ezt az izgalmas témát 2021-ben a Fajó Alapítvány támogatásával. Köszönöm szépen! Végre!